Kényszerű döntés. Januártól március végéig bezárnak a csabai kulturális intézmények. Pedagógus konferencia. A szakképzés eddigi változásait értékelték. Teltház vagy magas foglaltság jellemzi a gyulai szállodákat, egyre több a külföldi vendég. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt több kulturális intézményt érintő korlátozásról döntött a Városi Közgyűlés múlt pénteken. Az intézkedésre azért volt szükség, hogy az önkormányzat biztosítani tudja a kötelező feladatainak ellátását. Színházi előadások, koncertek, kiállítások, csak néhány olyan kulturális program, melyeket az energiaválság miatt januártól március végéig szinte teljesen nélkülöznünk kell Békés Csabán. A Városi Közgyűlés döntésének értelmében a Munkácsy Mihály Múzeum kiállító termei december 23-ától március végéig zárva tartanak, ez alól kivétel a Munkácsy Mihály egy géniusz diadala című kiállítás, amely csütörtöktől vasárnapig látogatható lesz. Azért ez az időszak munkával fog telni, hiszen föl kell készülni a tavaszra, föl kell készülni arra, hogy az új kiállításokat összerakjuk, összeállítsuk, előkészítsük a látogatóknak, illetve még egy ideiglenes boltot is megépítünk, hogyha nyithatunk, akkor már teljes fegyverzetbe várhassuk a látogatókat. A Munkácsy negyed másik jelentős intézménye, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ sem kerülhette el az ideiglenes bezárást. Szente Béla igazgató híradón kérdésére elmondta, hogy a központi épület és az Arany János Művelődési Ház januártól március végéig zárva tart, azonban a többi telephelyen is korlátozások lesznek. Nem tudunk késő estig nyitva lenni, nem tudunk sokáig nyitva lenni, de főleg a délutáni órákban tudjuk biztosítani általában, a közösségi házakban 10 és 18 óra között, a 7-3 vagy esetleg 4 napján nem fogunk bezárni. De az alapvető dolog az, hogy a kulturális központ, ahogy a többi intézmény is zárva tart. Ez már a Békés megyei könyvtár épülete, ahová egyelőre még bemehetnek az olvasók, de januártól 3 hónapig csak havonta 2 szombati napon lehet majd nyitva, a Fiók könyvtárak pedig március végéig bezárnak. Az intézmény igazgatója kiemelte, hogy december 19-e és január 9-e között ugyan teljesen zárva tartanak, de utána lehet majd online is kölcsönözni a könyveket. Ahogyan az elmúlt 2 évben a egészségügyi veszélyhelyzet idején megoldottuk, hogy tudjunk kölcsönözni, akkor is, ha zárva van a könyvtár, most is meg fogjuk tenni. Most is működni fog az online előrendelés, most is lehet csomagot készíteni a könyvekből. A Békéscsabai Jókai Színház december 20-ától március 31-ig bezár, csak a próbák megtartása engedélyezett ebben az időszakban. A Békéscsabai Napsugár Báb Színházban pedig előadást csak a próbateremben lehet majd tartani. A Nemzeti Pedagógus Kar tartott konferenciát a Békés megyei szakképzés helyzetéről Békés Csabán szerdán. Az eseményen a szakképzésben történt eddigi változásokat és a duális képzés bevezetését értékelték, valamint szót ejtettek a jövőben szükséges módosításokról. A Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar együttműködési megállapodása értelmében országosan 20 szakmai konferenciát tartanak, amelynek egyik állomása volt Békés Csaba. Az eseményeken a szakképzés általános kérdéseit vitatják meg, amelyekre az oktatókat és az általános iskolai tanárokat várják. Nagyon sok olyan dolog van, ami pozitív irányba mozdult el. Lehet itt mondani például, hogy a beiskolázás a szakképzőiskolákban jelentősen nőtt, értéke lett a szakmának. Sok esetben tapasztaljuk azt is, hogy olyan gyerekek jönnek, akik jobb minőségűek, tehát jobb tanulmányi eredményűek, tehát a szakma tanulása ez pozitív irányba indult el. A másik, ami még hasznos dolog, hogy a egyre nagyobb arányban kapcsolódnak be a duális képzőhelyek is a szakképzésbe.
a Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium igazgatója az okleveles technikusi képzést mutatta be előadásában. Schneider György kiemelte, először az egyetemekkel, főiskolákkal kell felvenni a kapcsolatot ezek elindításához. A Vásárhelyi Pál Technikumban, hogy idén beindítottuk fluidum kitermelő okleveles technikus képzést. Ez az előzte meg, hogy már tavaly előtt a Miskolci Egyetemmel felvettük a kapcsolatot, és többször mentünk egyeztetni az egyetemre. Ekkor aláíródott egy együttműködési megállapodás, ami tartalmazta azt, hogy együtt dolgozzunk az egyetemmel különböző programokban. A duális képzés részeként a Vásárhelyi Pál Technikum együttműködési megállapodást kötött a MOL csoporttal azért, hogy az új képzésben résztvevő diákok megfelelő gyakorlati oktatást kapjanak, tette hozzá az igazgató. Közgyűlést, majd közmeghallgatást tartott csütörtökön a Békés Csabai képviselőtestület. A városatyák az ülésen egyebek mellett a költségvetés első háromnegyedéves teljesüléséről, a helyi adóbevételekről, illetve a közétkeztetési feladatot ellátó cég szerződésmódosítási kérelméről vitázott. Ezen felül szó volt a Békés Csabai egészségügyi ellátórendszerről, különböző támogatásokról és arról a közösségi roller szolgáltatásról, melyet jövőre építene ki az önkormányzat. Kora este a közmeghallgatáson a Békés Csabaiak közvetlenül a képviselőknek mondhatták el panaszaikat, észrevételeiket. Magas foglaltság, helyenként pedig teltház jellemzi a gyulai szállodákat, amelyekben egyre több a külföldi vendég is. Országos tendenciáról van szó, hiszen idén január és szeptember között a belföldi vendégek 25, a külföldiek 157%-kal több vendégéjszakát töltöttek el, mint az előző év azonos időszakában. Karórákkal tudnak ugye a földszinti folyosó végén átsétálni, a szobájuk pedig a 807-es. Egyre több vendég érkezik Gyula legnagyobb szállodájába, ahol mostanra azt tapasztalják, hogy megszűntek a holt szezonok, így gyakorlatilag az év minden napján közel teltházzal üzemelnek. Én szerintem egy 3-4 éve elég sokszor voltam, itt szüleim is ide járnak, ő általuk. Már nekem volt iskolában is több osztálytársa minden. Vadászni is járok néha erre, úgyhogy egybe összeforrott a dolog. Nem csak ezt a szállodát jellemzi teltház és magas foglaltság. Országos tendenciáról van szó, hiszen idén január és szeptember között a belföldi vendégek 25, míg a külföldiek 157%-kal több vendégéjszakát töltöttek el, mint az előző év azonos időszakában. A külföldiek száma a koronavírus járvány végén emelkedett meg, ahogy feloldották a beutazási korlátozásokat. Nálunk a földrajzi elhelyezkedésű miatt leginkább a Romániából érkező vendégek a jellemzőek. Ők leginkább Gyulaváros komplexitása, az attrakciók színessége miatt, illetve a helyi gasztronómia miatt választanak minket. És az egyik legfontosabb szempont, mint mindig, az náluk is az, hogy a város fürdője, a gyulai várfürdő nagyon magas minőségű, ötcsillagos fürdő, ezért ők több száz kilométert utaznak, hogy akár csak egy wellness hétvégét töltsenek el így Gyulán. A szálloda vezető szerint már nem csak a hétvégéket részesítik előnyben a vendégek, hanem egyre többen foglalnak szállást hétköznap is. Gyulán a korábbi 2-3 helyett 4 éjszakára ugrott fel az átlagos vendégéjszakák száma. A Munkácsi Mihály Múzeum az Esélypedagógiai Központ szakiskolás diákjaival közösen őszi rovarhotel építést szervezett szerdán és csütörtökön. A kezdeményezés fő célja, hogy a különböző szakmákat tanuló diákok hasznosítani tudják az órákon szerzett tudásukat. Sok tanuló gyűlt össze szerdán a Munkácsi Mihály Múzeum hátsó bejáratánál, hogy megépíthessék életük első rovarhotelét. A kulturális intézmény természettudományos muzeológusa elmondta, hogy korábban már többször látták vendégül az Esélypedagógiai Központ diákjait, így bíztak abban, hogy most is sikeres és hasznos programot tudnak együtt létrehozni.
Mindig ott megyek el a kert mellett, ahol ők dolgoznak, ahol ők szaktanulóként ugye különböző ismereteket szereznek, és onnan jött az ötlet, hogy akkor velük együtt, hiszen ők nap mint nap találkoznak ezekkel a rovarokkal, amelyek használják ezeket a rovarhoteleket, és beszéltem a pedagógusokkal, és úgy gondoltuk, hogy ez egy jó foglalkozás lesz, hiszen így közelebb kerülnek, hogy megismerjék ezeket a fajokat. De az igazi rovartanya eszköz, vagy hát megoldás, ezek a csöves növényi szárak, ugyanis van jó néhány olyan méhfaj vagy darásfaj, ami ezekbe költözik be. A program lebonyolításában Boldog Gusztáv, a Körösmaros Nemzeti Park természetvédelmi őre volt a tanulók segítségére, mivel szakértőként már többször vett részt rovarhotel építésében. Az elkészítés során a rovarok és a beporzók hasznosságáról is szó esett. Nagyon kevés az a természetes élőhely már, ahol tanyát tudnak verni, minden beton, meg tégla, meg kő, meg üveg városi környezetben, viszont a kertjeinkben nagyon sok virágzó növényünk van, ami akár haszonnövény is, mint a gyümölcsösbe. Hogyha ezek a beporzók megtelepülnek ezeken a helyeken, akár az általunk létesített rovarhotelekben, különféle méhek, legyek, darásfajok, különböző bogarak, akár a lepkék is, akkor ezzel a biokertészkedésünket is segítjük. Na de hát mondjuk az én szempontom, természetvédő szempont, hogy fajoknak a túlélését lehet így biztosítani. Az eseményen elhangzott, hogy mivel ennek a tevékenységnek az újrahasznosítás is fontos eleme, ezért a múzeum munkatársai azt kérték a szakiskola diákjaitól, hogy az alapanyagokat gyűjtsék össze előre, így leginkább üreges növényi szárakból, kartonpapírból, falécekből, korhat faröngből készült otthon a rovarok számára. Mivel mi zöld iskola vagyunk, így ez különösen nagyon kapóra jött nekünk, hogy most volt az a lehetőség, hogy a rovarok életével jobban megismerkedjünk, és hogy tudjunk nekik is segíteni abban, hogy a kertünket, mert elég nagy bemutató kertünk van, még jobban benépesítsük a hasznos rovarokkal. Szerdán és csütörtökön összesen 4 darab rovarhotelt készítettek a diákok. Ezeket a múzeum udvarába, a Gabona Múzeumhoz, illetve a szakiskola kertjébe telepítik majd a szakemberek. Bácsfalvi Zoltán Békés Csabai festő kiállítását nyitották meg a Lencsési Közösségi Házban. A hétköznapokban hivatásos tűzoltóként szolgáló alkotó most kiállított munkái leginkább utazásai során átélt élményeiből táplálkoznak. Horváth Szabolcs tudósítása következik. Bácsfalvi Zoltánról még azt is kell tudni, hogy a poént azt lelőtted, hogy az ő szakmája tűzoltó. De legalább 20 év eltelt azóta, amióta először a festészetben elkezdett gondolkozni, és autodidakta módon sajátította el az alapokat, és utána kiváló művészek segítették a munkáját. Egyébként többféle technikát is alkalmaz, és mondhatjuk, hogy leginkább ilyen tájleíró ábrázolásai vannak. Én Bácsfalvi Zoltánhoz fordulok, aki festő. Itt vagyunk ugye a kedvenc képed előtt, ezt, vagy ha nem is a kedvenc képed, de minden kiállításodon ott van, és már számos kiállításod megjelent. Hogyan lehet egyébként a te munkádat a festészettel ötvözni? 1989 óta vagyok tűzoltó, és ez a festészet ez nagyon jó kiegészíti a munkámat, hisz azért tapasztalható ott némi stressz, itt pedig teljesen át lehet szellemülni, szinte meditáció jelleggel lehet készíteni a képeket, festeni. Eleinte akvarelleztem, de aztán egy hirtelen ötlettel kipróbáltam az olajfestéket. Persze nyilván ez egyből nem sikerült, tehát nem kell arra gondolni, hogy egyből nagyon jó képeket csináltam, talán inkább rosszakat, de ez pont sarkalt arra, hogy tovább próbálkozzak, és tovább próbáljak tanulni, minél többet megismerni a dologból. Viszont az olajfesték az számomra, tehát ez egy olyan kezes anyag, hogy ez biztosítja számomra azt, hogy a festészet egy nagyon örömteli elfoglaltság lehessen, hiszen a olajfestéket fátyol vékonyan tudom alkalmazni, ha a téma megkívánja, akkor egészen vastagon a felületből kiemelkedően. Nagyon-nagyon sok hálával és tisztelettel tartozom Varga János és Várkonyi János festőművészeknek, akik egyengedték a munkáimat, és sok szeretettel és szigorúan korrigálták a hibáimat, illetve nagyon nagy szerencsém volt hallgatni Bálványos Huba Munkácsi és Ötvös Díjas grafikus művésznek a foglalkozásait.
Nagyon szépen köszönjük, és természetesen a Lencsési Közösségi Házban a Lencsési Galéria is várja a látogatókat, ami 31 éve üzemel, és a legfontosabb feladata, hogy az itteni alkotókat, a Békés Csabaiakat és a közelünkben lévőket bemutassa a nagy közönség előtt. Köszönjük a tudósítást! Rendhagyó irodalomórát tartottak negyedik osztályos diákoknak Gyulán az Erkel Ferenc Művelődési Központban szerdán. A Gyerekversek Szabadon elnevezésű program részeként Kis Ottó, a Bátyám Öccse és más verses kötetek egyes írásait elemezte a gyerekekkel. Ma én voltam a tortagyilkos, leszúrtam őt a csokisat, és háromszorra mind befaltam, egyszerre mondják sokisat. A kötött formájú versekkel szemben a szabad versek olyan költemények, amelyek írásképe ugyan versszerűen tördelt, de nem versritmussal, hanem prózaritmussal rendelkeznek. Ezekre a verstani kérdésekre is választ kaphattak azok a negyedik osztályos diákok, akik részt vettek a rendhagyó irodalomórán. Találkoznak szabad formával, és akkor ezért is fontos, ugye, hogyha létezik, itt van, jelen van, és hogyha látják, olvassák, akkor hogy el tudják helyezni egyáltalán. De azt gondolom, hogy ebben a korban, tehát negyedik osztályban már ezzel bőven lehet ismerkedni. És egyébként az én könyveimben lévő szabad versek is körülbelül ennek a korosztálynak szólnak, úgyhogy itt szerencsés találkozás van. Az órára három gyulai iskolából érkeztek a negyedik osztályos tanulók. A Nikolaj Bálcseszkú Román Gimnázium általános iskola és kollégium egyik tanítója szerint fontos, hogy a gyerekek nyitottak legyenek és minél több érdekességgel találkozzanak. Jövőre már azért komolyabb irodalmi versekkel, művekkel fognak foglalkozni, és ez is egy olyan lehetőség, amivel ugye új dolgokkal ismerkedhetnek meg, illetve úgy gondolom, hogy nagyon fontos a mai világunkban, hogy a gyerekek megszeressék az olvasást, hogy közelebb jussanak hozzájuk az irodalmi művek, a könyvek, és úgy gondolom, hogy ez is egy ilyen alkalom, ami esetleg segít ebben. Ruzsáné Gombos Éva hangsúlyozta, hogy a technológia fejlődésével több segítő eszközt is fel tudnak használni az órákon, de egy íróval találkozni és az előadásán részt venni még hatékonyabb lehet. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!